Napi rendelőtti felszállásra jelentkezett Gyurcsány Ferenc. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bár más gondolatokat kívántam önökkel megosztani, ez a nagyon hevesre sikerült délutánon, de tekintettel, hogy a hivatalban lévő kormányfő úgy gondolja, hogy politikájának kritikáját egy 13 évvel ezelőtti egyébként elhíresült beszéd mondataival kell neki kezelnie, nincs ellenemre, hogy akkor ezt a kérdést megvitassuk, bár ritkán beszéltünk mostanában erről. Akkor sincs ellenemre, hogyha ezt, bocsánat, hogy ezt mondom, politikai és emberi középszerűségnek gondolom. Nézzék! Az a küzdelem, amit itt nagyon sokan, köztük én is régóta folytatunk, az arról szól, hogy a rendszerváltozás után kialakult a magyarok százezreit és millióit zavaró, zavaros, korrupt közéletet végre megtisztítsuk. Politikai pályafutásom nagy része részben erről szól. Az értelmesebbje, nem mindenki államtitkár úr, érti ennek a beszédnek a lényegét. Érti, hogy hajlandó vagyok szembefordulni akár a sajátjaim egy részével is. Mert értem, hogy a haza szolgálata nem történhet meg, ha azt nem becsületesen teszik. Értik, hogy nem azért kell politikusnak lenni, mert jó motorral lehet járni, mert jachton lehet szórakozni, mert jó fizetést adnak, hanem azért, mert a hazának szüksége van egy becsületes vezetésre. És ehhez az kell, hogy meg kell törni akár a hozzánk közel állók egy részének is elfogadhatatlan erkölcsét és kultúráját, akkor ez a feladat. Nem meghirdetni a megvédjük a bűnösöket 11. parancsolatát, hanem meghirdetni, hogy nincs alku, mert aki lop, kérem szépen, az nem politikus, hanem bűnöző. Nincsen kétségem afelől, hogy az országot sokfajta nézettel, álommal, programmal lehet egyébként legitim módon szolgálni. Egyféleképpen biztosan nem lehet szolgálni. Bennünket azzal bíztak meg a választóink, hogy szolgáljuk őket. Önök és mi egy átlagos középiskolai igazgatóhoz képest nagyon jól meg vagyunk fizetve. Nagyon jól. Ők csak álmodnak ilyen fizetésről. Azok, akik egyetlen egy fillért is elvesznek a közösből, és önök között őszintén szólva nagyon sok ilyen embert látok. Úgy látom, hogy ez a Fidesz tagbelépési nyilatkozatának a része lesz önöknél. Azok szembe mennek mindazzal, amit én és mi gondolunk a hazáról. És hogyha 2006-ban ezért küzdöttem, akkor én büszke vagyok rá. Ha maguk rám olvassák annak a beszédnek iszonyatosan szenvedélyes, felrázó mondatait, akkor lehet, hogy jól teszik a saját szempontjukból, de a lényeg szerint. Önöknek nem csak, hogy nincsen igaza, hanem még hazudnak is. Mert tudják annál nagyszerűbb dolgot csinálni, mint az ember megküzd azért, hogy ez egy normális ország legyen, tiszteletre méltó politikusokkal, olyanokkal, akik tudják és merik becsülettel szolgálni a hazájukat, azért érdemes akár a sajátjukkal is megküzdeni. Maguk ebből keveset értenek. Maguk úgy gondolják, hogy politikai trükkökkel, kommunikációval, állandó támadással eredményt lehet elérni. Szerintem nem. Alázattal és tisztességgel lehet ezt a hazát szolgálni. És végtelenül büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan ma ugyanezt gondolják éppen önökkel szemben. Az innenső oldalon nagyon sokan léptek be azért a politikába, korábban talán nem egyszer velem is vitatkozva, mert egy másik világot akartak. Itt nagyon sok tisztességes, becsületes emberül. Még az is lehet, hogy nagyon sokan tőlen jobbra más gondolnak arról, amit csináltak 5, 10 vagy 15 évvel ezelőtt. De őszintén szólva maguk az utolsók, akik ezt az ő szemükre vethetik. Maguk már mindenek voltak ebben az országban. Nincs olyan politikai pont, amit önök meg ne próbáltak volna elfoglalni, mert 30 ezüstért nem csak a krisztusi hagyományokat, hanem a saját édesanyjukat is eladták volna. Ez a helyzet, kérem szépen. Én pedig mégiscsak azt gondolom, hogy az a jó,
hogyha maradunk a bücsületnél és a tisztességnél. Maguk pedig, hogy idáig eljussanak, azt hiszem, hogy végén, hogy menjenek a Damaszkuszi úton. Köszönöm szépen!